Köszöntöm Önöket, a Hírháttér című műsorunkat látják, vendégem Székely Zoltán, a Hanssági Múzeum vezetője. Üdvözöllek a stúdióban. Honnan kezdjük? Talán a legfrissebb, hogy megnyílt Varga György kiállítása a helyi képzőművészről. Mit kell tudni, és meddig tart ez a kiállítás nálatok? 22-én nyílt a kiállítás, amely a Megfestett idő címet viseli, és az elmúlt jó néhány esztendő terméséből válogatott a kiállítás kurátora, amely azt hiszem egy meglehetősen jó keresztmetszetet ad arról a munkáról, amelyet Varga György végez, hisz ugyanúgy láthatjuk a naturalista festményeit, tájképeket, vagy éppenséggel Óvár utca részleteit, mint az absztrakt alkotásait, bár ezek a hangsúlyosabbak, ezek kerültek a központi helyére a kiállításnak, és igazából ezek az alkotások adják a gerincét a művészetének is. Hogyan zajlik ilyenkor a kiállításnak a szervezése? Megkeresitek az alkotót, ő keresi meg a múzeumot. Mi dönt ilyenkor? Általában az alkotók szokták megkeresni a múzeumot, de előfordul az ellenkező eset is, amikor mi keresünk meg művészt, és jelezzük számára, hogy szeretnénk, ha bemutathatnánk a műveit. A kiállítás rendezésnek igazából kétfajta útja lehetséges. Az egyik, amikor a múzeum munkatársa, jelen esetben én, mint művészettörténész, válogatok a művekből, és rendezem meg a kiállítást, illetve felkérhetünk kurátort, egy külsős szakembert, jelen esetben Varga György kiállítását, Miró Gábris Mirinov festőművész, galerista készítette, ő volt az, aki kiválogatta a műveket, és aki a rendezésben is közreműködött. Szoboralkotások lesznek kiállítva, vagy csak a festmények? A képzőművészeti alkotások teljes spektruma megjelenik, tehát nem csak festmények, hanem szobrok is. Varga György ugyanis szobrászattal is foglalkozott, köztéri alkotásai is láthatók, de természetesen most a kiállításban a kisebb plasztikák vonulnak fel. Gondolom nem csak ez az egy kiállítás, illetve programja lesz majd a Hanssági Múzeumnak, és hát időről időre ezt el szoktad mondani, kérlek beszélgessünk a hátra levő, illetve az előttünk lévő hanságis, illetve csellei házas dolgokról. Az elkövetkezendő időszakban szokás szerint meglehetősen sűrű programunk lesz, és megint csak szokás szerint meglehetősen változatos. A múzeum nem csak kiállító hely, és nem csupán foglalkozásokat és rendezvényeket tart, hanem egyben tudományos kutató műhely is. Most ennek a funkciójának fog megfelelni. Hamarosan kikerül a nyomdából Csermei József kollégánknak, egy ifjú középkoros történésznek a kötete, amely a magyaróvári uradalom késő középkori történetét mutatja be. Ez egy hiánypótló kötet lesz, hisz Magyaróvár és általában véve a Moson megye középkori történetéről, különösen késő középkori 14.-15. századi történetéről vajmi keveset tudunk. Ez a kötet viszont nem csak a birtoklás történetről szól, hanem bemutatja az uradalom településeit, egyházi szervezetét, és a kötet végén egy okmánytárat is találunk, középkori oklevelek bő kivonatait, ami ugye azért érdekes, mert a helytörténeti kutatók ebben még számos olyan részletet találhatnak, adatot találhatnak, amelyet aztán majd később fel tudnak használni a munkájukban. Azt gondolom, ez megérne egy külön műsort is a szerzővel, de mégis érdekel, hogy ez mekkora kutatás, és kinek az igénye volt ez? Mondtad, hogy hiánypótló téma, és tényleg érdekes, izgalmas középkori Moson-Magyaróvárról tudni dolgokat. Mit kell tudni az előzményekről? Igazából ez egyféle tudományszervezési munka volt a részünkről, hisz Csermei József nem a múzeum munkatársa, viszont a középkori történeti kutatások speciális felkészültséget igényelnek, hisz középkori latin nyelvű okleveleket kell tudni elolvasni és aztán lefordítani. Az igény pedig a múzeum részéről azért merült fel, mert az elkövetkezendő időszakban szeretnénk majd újra rendezni az állandó történeti kiállítást, amely ugye Moson megye és Moson-Magyaróvár történetét mutatja be. Ehhez pedig azokat a fehér foltokat, amelyek
a város, illetve a vármegye történetében még megtalálhatók. Ezeket igyekszünk eltüntetni, és ennek keretében kértük fel a szerzőt, hogy a középkori történettel, Óvár és az uradalom középkori történetének ezzel a szegmensével foglalkozzon. Ennek lesz folytatása is egyébként. Terveink szerint egy korábbi, a 14.-15. század fordulóján birtokos család történetét is fel fogja majd Csermely József dolgozni, amely reményeink szerint újból ismételten számos új adalékkal fog szolgálni térségünk történetéhez. Múzeumi esték? Természetesen múzeumi esték is lesznek. A áprilisi alkalommal Pár Ádám történész lesz az, aki kutatásaiból ízelítőt ad. Ő nem ismeretlen már a zóvári közönség előtt, hisz több alkalommal is publikált a Moson megyei műhelyben, illetve más fórumokon is, és részt vett a legutóbbi Moson-Magyaróvár monográfia munkálataiban is. Ő elsősorban választásokkal, illetve pártokkal, párttörténettel foglalkozik. Jelen esetben a két világháború közötti, a Horthy korszak pártjairól és választásairól fog beszélni, hisz ez a téma azért is aktuális, mert tavaly jelent meg az a kötete, amely Győr-Moson-Sopron megye ebéli történetét feldolgozza, és most ennek a Moson megyei részét fogja előadni az érdeklődők számára. Diákoknak ajánljátok elsősorban, vagy minek? Igazából az érdeklődő diákoknak is, de azt hiszem, hogy ez a történelem, illetve a pártpolitika iránt, a régebbi pártpolitika, korábbi időszakok pártpolitikája iránt érdeklődőknek is nagyon tanulságos lehet, hisz ez a korszak, a Horthy korszak, és annak különösen a vége, meglehetősen izgalmas új fejleményekkel volt tele, számos új párt született, amelyek próbáltak maguknak bázist teremteni. Ugye ezek általában inkább a szélső jobboldali pártok voltak, de voltak a polgári pártok, a kormánypárt és természetesen a baloldal is jelen volt, úgyhogy meglehetősen sokszínű párt struktúra volt, amelyről nagyon érdekes információkat lehet megtudni a hivatalos forrásokból, vármegyei iratokból, illetve egyéb pártiratokból. Mikor lesz ez a múzeumi est? Ez a múzeumi este 11-én lesz, 17 órakor a Csellei Házban várjuk erre az érdeklődőket. Mindenféleképpen izgalmas, hoztál még egyéb pontos dátummal ellátott dedikált programokat? Igen, talán több is van, amire még felhívnám a figyelmet. Ha eddig könyvekről beszéltünk, akkor folytassuk is ezzel. Április 4-én, egy szimbolikus dátum, vagy egy szimbolikus napon is lesz egy könyv bemutató. Kozma László könyvét mutatjuk be, a Csíksomlyói virágok címmel. Ez az erdélyi ferencesek megpróbáltatásait, a Ceausescu éra idején elszenvedett megpróbáltatásait mutatja be, hiteles források segítségével. Most, amikor őszentsége Ferenc pápa is ellátogat Csíksomlyóra, ez a kötet talán különösen érdekes és aktuális lehet. Emellett vár ránk a költészet napja is, amely múzeumunkban immár egész hétté terebélyesedett, számos programmal iskolások számára, illetve egy kamaratárlatunk is lesz, amely Tompa Mihály költészetére fog emlékezni. Ez a kiállítás 10-én, április 10-én fog majd megnyílni. De nem csak a költészet hete, hanem a húsvét is előttünk áll, úgyhogy a gyerekeket, a nyugdíjasokat a húsvétolás hetén várjuk a rendezvényeinkre, kézműves foglalkozások, illetve kreatív alkotóműhely lesz az, ahol kipróbálhatják a húsvéti tematikával kapcsolatos elképzeléseiket. Ugyancsak ebben a hónapban, áprilisban lesz a műemlékek napja, ennek keretében egy lébényi kirándulást szervezünk. Néhány esztendeje újították meg, restaurálták a lébényi Bence és apátsági templomot, amely románkori 13. századi művészetünknek egy kiemelkedő emléke. Ezt fogják szakavatott vezetéssel megtekinteni azok,
akik jelentkeznek a programunkra. És talán még egy dologra hívnám fel a figyelmet. Ebben az esztendőben kezdtünk egy új programot, a művészemmel a művészetről címmel, amelynek keretében Moson-Magyaróvári képzőművészeket kérünk fel, hogy válasszanak ki néhány alkotást a Gyurkovics gyűjteményből, és mondják el róla mindazt, ami eszükbe jut. Tehát itt nem igazi klasszikus értelemben vett tárlatvezetésről van szó, hanem egy szubjektív benyomásokról hallhatunk a művészről, hogy számára mit is jelentenek ezek a képek, milyen tanulságokkal szolgálnak számára. Az áprilisi alkalommal a vendégünk Vecsei László Ezékiel lesz, ő fogja kedvenc Gyurkovics gyűjteménybeli képeit bemutatni az érdeklődőknek. Ez mikor lesz? Ez 24-én lesz, 17 órától várjuk a látogatókat és az érdeklődőket. Csellei házas? Természetesen a Csellei házban, a Gyurkovics gyűjteményben. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Székely Zoltán, a Hanságyi Múzeum vezetője volt a mai vendégünk. Azt hiszem, hogy bőségesen kapunk múzeumi programokat, és köszönöm, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!